Drámai események zajlanak immáron 48 órája Izraelben, illetve a gázai övezethez közeli határán. Hogy pontosan mi is történt szombat reggel, amikor megtámadták a Hamas terroristák Izraelt. A térképen mutatjuk, hogy milyen csapatmozgások történtek. Úgy itt láthatják Izrael térképét, illetve ott az a kis sárga terület a tengerparton, a gázai övezet, ahonnan a kék területet foglalták el, vagy ezekre a területekre nyomultak be a Hamas szárazföldi fegyveres támadói Izrael területére. Hogy értelmezzük kicsit a történteket, a helyszínről kapcsolunk, pontosabban Tel Avivról kapcsolunk egy fontos vendéget, Bleier István, illetve Avi Bleier, a Nemzetközi Biztonsági és Terrorizmus Elleni Intézet alapítóját és elnökét kapcsoljuk, aki egyben Izrael állam biztonsági szakértője is. Jó reggelt kívánok, István, beszéltünk, ugye magyarul 56 óta kint él már, de tökéletesen beszél a nyelvünket szerencsére. Üdvözlöm, jó reggelt! Jó reggelt! No, mit tapasztalnak ott? Tel Aviv ugye egy kicsit odébb van a gázai övezethez képest, de hát a hírek szerint már oda is, illetve Izrael több területére is érkeztek rakétatámadások a Hamas terroristái által. Mit gondol a történtekről, mik lehetnek az okok, mi lehet a háttérben? Egyáltalán hogy fordulhatott elő mindez, ismerve a titkos szolgálatok egyébként korábban eredményes munkáját? Először is köszönöm, hogy fordultak hozzám, csak azt akarom mondani először is, hogy elnézést, hogy a magyar tudásom nem a legjobb, illetve már elmúlt 70 valamennyi év, de próbálom, hogy megértsenek. Muszáj azzal kezdjem, hogy nagyon, de nagyon, főleg én és mások is, nagyon jó kapcsolatban vagyunk, és nagyon humanitárisan tartsuk a kapcsolatot a szomszédainkkal, azaz a muzulmánokkal itten, főleg Gáza sávba. Például, csak adok egy olyan példát, hogy én képeztem ki az egyedüli biztonsági őrt a világon, aki élve lefogott egy öngyilkos terroristát. Miért? Mert mi humanitáriusan állunk hozzá, és reméltük, és reméljük még, és fogjuk remélni, hogy ők is így csinálják. De sajnos megleptek minket, és reggel nagyon korán kezdtek támadni olyan helyeken, ahol tudták, hogy az érzékeny nálunk, és nem is gondoltuk rá arra, hogy fognak ilyen lépést tenni. Ugye azért is lehetett ez váratlan, hogy mondja, hogy egyébként a közelmúltban rendeződni látszottak a viszonyok nem csak a gázai övezetben élőkkel, de az arab országokkal is, de mégis a titkos szolgálatoknak valami hogy olyan lazasága lehetett, vagy nem kellő figyelme, vagy lankadt a figyelem, hogy ezeket a csapatmozgásokat, a rakétákat és egyebeknek a felkészítését, hát ugye elég sok kitűnő eszközük van erre, hogy észlelhették volna. Na, van egy mondás, hogy senki sem tökéletes. Sajnos ebbe sem voltunk tökéletesek most ebbe a... És normális helyzet miatt, mert mondom megint, bízunk és bíztunk, egy nappal azelőttig kapcsolatban voltunk velük, és közel kapcsolatban, és meséltek, stb. Voltak olyan helyzetek, hogy éreztük, hogy muszáj egy kicsit jobban tartsuk a dolgokat és vigyázzunk, de mégis azért, hogy mutassuk a emberiségünket, illetve a barátságunkat, a békésünk, békés reményünket békére, azért mindig vigyáztunk, és itten megint csalódtunk, és elbuktunk egy kicsit, sajnos. Most a helyszínen ön mennyire rendelkezik friss információk, ami legutóbb már olyan híreket kaptunk, hogy 1000-nél is több halálos áldozat van. Onnan Tel Avivből mennyire lát többet, frissebbet, mit tapasztalnak? Sikerült-e már visszafoglalni területeket? Mik a tervek az izraeli állam, a hadsereg részéről? Igen. Először is nem foglaltok el területeket, hanem behatoltak területekbe, és egy nem kevés, valamilyen 20 helyen elfoglaltak házakat, lakásokat, de nem területeket. Egy helyen volt egy terület, ami nem akarok bemenni a biztonsági okok miatt a részletekbe, de elvileg már
maradt csak három hely, ahol még el vannak bújva páran, de nincsenek elfoglalva területek, ez biztos. Abban tekintetben mire számíthatunk, hogy sajnos elég sok túszt is ejtettek, több mint 100 izraelit hurcoltak el állítólag a Hamas terroristái, és a taktikájuk ugye arra alapul, hogy őket mint egy védő pajzsként használják majd a saját stratégiailag fontos területeiken, illetve olyan hadi központokban, vagy kilövő állásokban, ahol hát számítanak majd izraeli támadásra. Ez igaz. Ez a mostani álláspontjuk, de mi is gondolkozunk előre, és olyan pontokkal fogunk vissza, hogy mondják, válaszolni, ami érzékenyek nekik, és reméljük, hogy meg fogják érteni a végén olyan dolgokat, amit eddig nem értettek meg, hogy nálunk is vannak ők emberei, és legalább annyi, mint a mi embereink van náluk, és akkor majd fogolycserére számíthat? Esetleg egy fogolycsere szóba jöhet ilyen esetben? A túszokat kicseréli? Igen. Mondjuk, hogy igen, egyelőre. Bízunk ebben. Elnézést, de mi még ilyen helyzetben vagyunk, hogy nem nagyon lehet mindent publik, hogy mondják, az emberek mások. Értem. Végezetül még annyit hadd kérdezzek, hogy említette, hogy a lakosság körében próbálnak tényleg, és kialakult valami fajta, nem is baráti, de békés egymás mellett élési viszony. Tehát azt tisztázhatjuk, hogy nem 2 millió ember, akik Gázában élnek, mind vannak Izrael ellen és támadják Izraelt, hanem néhány terroristáról, néhány száz, néhány ezer emberről. Mennyiről beszélhetünk itt a Hamas terroristák tekintetében tényleg? Elnézést, de nem nagyon értettem a kérdést, elnézést. Hát arról beszélek, hogy ugye a gázai övezetben több mint 2 millióan laknak, ugye? És ezek, igen. Itt nem az egész ott lévő lakosság támadja Izraelt, és nem feltétlenül élveznek a Hamas terroristái teljes körű támogatást, gondolom én, csak kérdezem inkább, hanem néhány ezer terrorista az, akikkel meg kell küzdeniük. Így van-e ez, illetve mit gondol erről, hogy mennyire lehet erre számítani, hogy a békés egymás mellett élés jegyében a lakosság majd egy idő után nem fogja támogatni a terroristákat? Oké, először is ez igaz, hogy nem mindenki ottan terrorista, de sajnos muszáj mondjak két dolgot. Először is kezdem a jobb dologgal, hogy a többiek, a több számú, azok nem terroristák. Terroristák vannak. Sajnos, de a hozzáállásuk a terroristáknak olyan, nem akarom most mondani, hogy viselkedtek, de mi átmentünk a holokauszton, szüleim is, és nem tudom, hogy mondani, de nagyon rosszul és nagyon durván viselkedtek, és arrogánsan gyilkoltak le több száz embert, gyerekeket, édesanyjukat, stb. Családokat. Nem biztos, hogy a többiek ott Gázába tartanak velük, de nincsenek ellenük, és ez nekünk fáj és probléma, mert hogy létezik az, hogy adjanak, támogassanak ilyen stílusú barbárokat, terroristákat, amit most ezek csináltak, és Avi hogy Blair. Csináltak. Blair István, nagyon szépen köszönjük, hogy ilyen korán reggel rendelkezésünkre állt, és megértem az érzelmeit, indulatait, tehát bízunk benne, hogy békés irányban fejlődnek meg az események. Köszönjük szépen! Köszönöm, és elnézést, hogyha egy kicsit túléreztem magam a dolgokkal. Semmi gond, teljesen megértjük. Köszönjük szépen még egyszer! Köszönöm.